Alekszandr Zahartsenko, a Donyecki Népköztársaság vezetője aláírta szerdán azt az előző nap megszületett megállapodást, amely rendelkezik a 100 mm-esnél kisebb kaliberű fegyverek visszavonásáról a kelet-ukrajnai frontvonal menti 30 km-es ütköző zónából. A minszki tárgyalásokon a donyecki szakadárokat képviselő Denis Pushilin kifejezte, hogy a megállapodások aláírásával gyakorlatilag véget ér a háború. Az említett fegyverek kivonását két szakaszban tervezik végrehajtani. A művelet akár már október 2-án elkezdődhet. Már több mint 100 külföldi megfigyelő jelentkezett az ukrajnai helyhatósági választásokra. Az október 25-i választásokra vonatkozó döntést a szerdaülésén hozta meg a Központi Választási Bizottság. Szeptember utolsó napjáig összesen 116 külföldi megfigyelőt vettek nyilvántartásba. Közülük 5-en Észtországból, 16 az Amerikai Ukrán Kongresszusi Bizottságtól érkeznek, 95 főt pedig az EBSZ Demokratikus Intézmények és Emberjogok Irodája delegál. A Nemzetközi Kereskedelmet Szabályozó Ukrán Tárcaközi Bizottság rendeletet fogadott el az Ukrajnába importált személygépjárművek speciális vámjának eltörléséről, függetlenül a gépkocsi származási országától. A korábbi szabályozások 2013. áprilisától voltak érvényben. Az előző, most eltörölt rendelet értelmében az 1000-2200 köbcentis motorral rendelkező járművek árából 6,5%-tól 13%-ig különadót kellett fizetniük a tulajdonosoknak. Az Európai Kultúra Napjai címmel rendezvénysorozatot szervezett Beregszász. A városközpontja ünnepi forgataggá alakult. Számos kulturális és sportrendezvényre került sor. Még az esős idő sem tudta elvenni a beregszásziak kedvét. Különleges mondanivalót hordozott az a több száz esernyő, amely beborította Beregszász sétáló utcáját. A városunknak nagyon fontos az, hogy minden egyes öntudatos polgára úgy tudjon felébredni minden reggel, hogy ez a város úgy az övé, hogy nekünk Beregszászban minden magyarnak van ukrán barátja, minden ukránnak van magyar barátja, ezt az öntudatot szerettük volna ezzel megerősíteni. Természetesen az etnika összetétel az történelmileg adódott, így ahogy adódott, és ezzel tudtuk demonstrálni ezekkel az ernőkkel, ezzel a speciális installációval. Amit nem mi találtunk ki, ez egy nagyon régi bevált módszer, több helyen láttam Európában is, és úgy gondoltam, hogy ezzel megfelelően tudjuk demonstrálni a védőhálót is, és tudjuk demonstrálni azt is, hogy egymás mellett békében élünk, és teszünk egymásért. Lehetőség szerint minden évben volt Beregszásznak városnapi rendezvénycsomagja, és ehhez is tartottuk magunkat nagyon sokáig, egészen addig, ameddig a keleti viszály nem okozott akkora feszültséget, ami miatt vissza kellett fogni magunkat, és ezért hoztunk egy tudatosan egy olyan döntést, hogy nem fesztet szervezünk, nem városnapot szervezünk, hanem az Európai Kultúra Napját szervezünk meg most azért, hogy tudjuk demonstrálni az összefogásnak azon lehetőségeit, amivel a városunk szépségét, illetve mostani állapotát valamilyen formában még jobban tudjuk javítani, és meghívva testvértelepülések delegációit, polgármesterurakat, alpolgármesterurakat, parlamenti képviselőket, tudtuk egy kicsit a figyelmet Beregszászra fókuszálni azzal, hogy egy picit jobb legyen a holnapi napja a városunknak, mint amilyen tegnap volt. Bartók Béla ungvári miniszobra emlékeztet a világhírű komponista és népzenegyűjtő kárpátaljai munkásságára, amely példamutató a helyi magyar közösség számára, jelentette ki dr. Keskeny Ernő, Magyarország ukrajnai nagykövete az emléke lovatásán. A kárpátaljaiak büszkék lehetnek arra, hogy a zeneszerző zenei pályafutása Ugocsában vette kezdetét, hangsúlyozta a diplomata. Bartók Béla új szobrának, miniszobrának a felavatásával Bartók Béla kárpátaljai tevékenységére emlékezünk. Bartók Béla egyrészt itt tanult nagyszülősen gyermekkorában, majd később, mint népdalgyűjtő tért vissza, és rendkívül kitartó munkával kutatta a magyar, illetve a ruszin népdalokat, és hát felfigyelt arra a jelenségre, ami a kárpátaljai népek együttélését is jellemzi, hogy a népek békés egymás mellett élése, egymásra hatása, az a zenében is látszik.